Igen. Okay, jó. Sziasztok, szép jó estét. Még egy másodpercet engedjenek, hogy egy másodpercet hozzáfogadnak. Oké, hogy lássam, hogy mi a fene van. Nos, biztos látjátok ezt a feliratot, ez egy csomó pia. Biztos szerettek a piát. Ez a fotó volt első elektronikus pénzen vásárolt pia itt Magyarországon. Legalábbis szerintünk. És ekkor a kollégáimmal föltártuk ezt az igét, az elberúgást. Az elberúgás az elektronikus pénzen vásárolt italtól leittasodik. Elmásnaposnak is lehet tenni. Mindenki a csalogasnak, hogy betalni a felvétel. Jó, hogy betalni, hogy ott van a kamera. Oké. Akkor erről az oldalról fogok nyomulni. Oké, így is jó. Ez az elberúgás, ez így nézett ki a valóságban. Tehát egy mobil alkalmazással a Grund nevű szép szórakozó helyen. Én szépen költöttem a sok-sok pénzt, így vettem duplával a papírokat. És mindezt egy gombnyomásra tettem, mivel most nem tudom, itt a mobil alkalmazást bemutatni, de utána szívesen végigutogatom, ezért inkább bemutatom, hogy ez hogy nézett ki. Van ez a kis videóka, ami ki van rakva a Grundon, ez egy iBeacon. Ő az, ami azt mondja vele az én mobilomban, hogy én most ott vagyok a Grundon, és ott akarok fizetni. Úgyhogy nem kell QR-kódokat leolvasni, tipitapizni az NFC-t, meg letuszogatni, meg bedugogatni, meg nem tudom, és ez a bármilyen jó poén az. Hanem csak egyszerűen erre a videókára rábökök, abban a pillanatban megjelenik a képernyő, fizessek, beírom megfelelő összeget, megnyom a gombot, és már is kifizettem a cerkemet. Ez az alap, ami ma működik, tehát itt nem az a felé, mert el lehet sétálni a gombot és kipróbálni. Ez a kis videóka ott látszik a hívjákat, illetve a hölgy kezében látszik a tekinten, mivel ugyanez a nagy user interfészen elfogadja a pénzt. Kicsit közelebbi fotó is van. Ez a technológiai újítás ebben a dologban, hogy ezt Magyarországon tudtam, hogy senki nem alkalmaz a fizetésre. Ha most esetleg legalább betölti valaki az alkalmazásunkat, akkor azt fogja látni, hogy ez itt is működik. Online fizetések is alkalmazhat a cucc, és hát itt egy ilyen rajz, amit szívesen végigutogatni, egy ez egy jól bonyolult alkalmazás. A könyvelés, a pénzmosási monitoring már mindenféle banki security-t meg mindent hozzá kell tenni, hogy ez működjön. Ezt azt hiszem, hogy részletesen végigmesélni egy 2,5 órás vezetpercből, rendesen 2,5 perces. Hogy azt most nem ugranám meg. A lényeg, hogy webbrowserből, mobil alkalmazásból és e-shopban integrálva is működik ez a fizetési rendszer. Poénból elhoztam az adatbázis szerkezetét az egésznek. Ez nem az egész egyébként. Tehát ez egy jó komplikált dolog, egy ilyet összerakni. Mi kell mindenhez, hogy ilyenünk legyen? Hát nektek annyi, hogy letöltöttek az alkalmazást, meg beregisztráltok egy perc alatt, aztán bank számláról, vagy készpénzből jól föltöltitek. Nekünk az kellett, hogy ehhez jó sok engedélyt, vagy egyéb papírt beszerezzünk. Az Európai Unió találta ki ezt az egészet, ezeket jó gyorsan átkörgetem, mert annyira nem izgalmasak. Úgyhogy az Electronic Money, az a Digital Equivalent of Cash, és mi azt választottuk, hogy szerveren tárgyunk ezeket a dolgokat, méghozzá azért, hogy felpörgessük az innovációt, és ne csak a lassú és lóha bankok csinálhassanak érdekes elektronikus fizetési rendszereket, főleg nem működőeket, hanem akár kisebb cégek, mint például mi is tudunk ilyet csinálni. Semmiképpen nem Bitcoinról van szó, tehát ez a forintnak a harmadik formája, a bankhatáról számlapénz, a jó ismert készpénz, mert itt bejött jogilag, a harmadiknak a pénz, ami azt jelenti, hogy ezt az előző kettőt át lehet váltani rá, és már is lehet kereskedni mindenféléket csinálni. Ki csinálhat ilyen e-pénzt? Ahhoz, hogy ilyen e-pénzünk legyen, az elektronikus pénzt kibocsátó céget kell alapítani, ami nem olyan triviális, mert például jó sok 100 milliós tőke kell hozzá, de legalább nem milliárdos, mint egy bankhoz. Úgyhogy kisebb cégek is el tudnak kezdeni ezzel törögni. Annyiban vagyunk különbözőek egy banktól, hogy nem adhatunk kamatot. Sok minden van még, amit itt el lehetne mondani. Lényeg, hogy atomra felügyeltetik az NMP. Mi most június 1-től kezdtük meg a legális működést. És itt van néhány képernyő, hogy néz ki egy ilyen, hogy belépsz, hogy itt én vagyok.
címmel működik, és teljesen anonim, több tárcág is lehet egy magánembernek, és forinttal akkor ezt már mondtam, és akkor még egy több másodperc, érjük az utolsó mondatot, az, hogy magánszemélyeknek ingyenes, és a boltokból élünk, és természetesen az is marad. Ez. Ja, igen, és hogy az utak nem is elkelték egész kételmet, és még nem hatoltak be semmire. Legfeljebb a saját számára jutott. Köszönöm szépen a figyelmet. Kérdések. Pont egy kérdés. Hogy kap számlát a nyugtát vagy? Tessék? Számlát a nyugtát, hogy kap a vevő? Ugyanúgy, mint bármilyen más pénzről. Elektronikusan, vagy pedig kezelő? Tőlünk nem kap, mert mi csak a fizetést intézzük, a kereskedőtől kap. Ha elkereskedő, akkor vagy kiküldjük neki papírt. Ugyanúgy, mint hogy a bankkártyával fizetnék a készpénzzel, utánként, vagy bármással, vagy a kereskedő gondolja. Egyébként egy hónap múlva lehet egy nyugtát is adni. Hátul? Még egyszer? Mekkora a költsége? Minek? Kereskedőnek. Aha, de ha felmentek a weboldalára, valio.com-ra, akkor nem lehet nézni a díjtárgatot. 1000 forint alatt a kereskedőnek sincsen költsége, 1000 forint fölött a kereskedőtől lista áron, fix 50 forintot vonunk a minden transzakció után, ami azt jelenti, hogy mondjuk főleg nagyobb értékűeknél a boltoktól megéri, meg a kicsiknél. Nincs semmiféle limit, ez egy legális politikai eszköz, tehát ugye, hogy a készpénzen, vagy a bankszámlán sincs limit, sincs limit, így át adat is tettek. Igen? Külföldön nagyon sok ilyen működik, Amerikában van egy kettő híres, például ott volna, vagy a Square Cash, de például Oroszországban 10-nél is több működik egymás mellett. Óriási piac. Mivel jövezni mondjuk egy normál bankszámlát? Sokkal-sokkal olcsóbb, sokkal-sokkal kényelmesebb. És hát az egész egy ilyen lifestyle alkalmazás, tehát hogy ez azon kívül, hogy ez nem egy mobilpénztárca, hanem ez sokkal több, mert két hetente fogunk kijönni mindenféle érdekes újabb alkalmazással, majd megálltadunk a Facebookon érdekes bennünket követni. Ha még egy kérdés, bocsánat, akarok még egy? És hogy tervezitek elterjeszteni minden ilyennek a rákfani, hogy ez a tyúk vagy a tojás, melyik volt előbb, vagy melyik lesz előbb több? Hát úgy, hogy nyilván már jó ideje dolgozunk rajta, és elég nagy marketing erőket fogunk erre a közeljövőben bevetni. Most már 10 körüli elfogadó helyünk van, ez holnap fog fölkerülni a weboldalon, most egyre a Facebookon nyomhatom őket, és ezek fogják lecsábítani az embereket, mi pedig már marketing erőket lépésre egy kicsit elfogadó hely marketing, egy kicsit elfogadó és úgy szépen felépítjük. Hát, bocsánat, ott középen az ügyemben. Papra egyszerűen egy e-mail cím és egy jelszó. Tessék? Akkor nem értettem a kérdést. Kereskedő hogyan azonosít be minket? Jó, hogy a kereskedő hogyan azonosít be minket? Nem tudom, hogy konkrét is van, tudom, hogy az enyémet. Mondtam, hogy a kereskedő, hogy én ki vagyok is, én hogy telefon beszélni. Ja, hát ez papra egyszerűen látja, hogy ott van neki is, hogy megjelenik abban a pillanat a transzakció, és látja, hogy ki vagy. Legrosszabb esetben, hogyha felismerhetetlen a profil képet, akkor megkérdezi, hogy ki vagy. Egyébként lesz olyan, hogy összeintegráljuk pénztárképekkel, ott pedig a IT-ben technológia fogja beazonosítani, hogy ki van legközelebb, és a kereskedő választja ki. Ott volt még egy... Mennyire globális ez az internet? Mennyire beszélés, hogy külföldi járvás? Mennyire globális? Hát globálisnak mondjuk nem nevezném, de európainak szálljuk, ugyanis az engedélyünk, amit megszereztünk, az egész Európai Unióra vonatkozik. Úgyhogy most ott tartunk, hogy Magyarországon mind elindultunk annyira, hogy már fel tudunk mutatni egy valamiféle szignifikáns tömeget, akkor nyilván azon fele csapnak rá befektetők. Már így is kaptunk olyan állatot, hogy 51%-ért tudunk összeget. Pont ilyen, mint amilyen mi vagyunk, ilyen technológiai, ilyen nincs, de sokféle van. De azt gondolom, hogy egy ilyen elég jó piaca van még ennek. Tehát, hogy nyilván nem fektetünk.